A legközismertebb és a legelterjedtebb ragadozónk a vörös róka. A hegyvidékeken és síkságokon is egyaránt előfordul. Hossza eléri a 140 cm, ebből 50 cm hosszú a bozontos farok. Rendkívüli alkalmazkodó képességét példázza, hogy kotoréknak nevezett lakóhelyét elővigyázatosan választja meg. Kedvező körülmények között nem maga ássa, hanem borzok elhagyott kotorékaiban telepedik meg. Időnként lakott borzkotorékban is felüti tanyáját, és nem ritkán ki is szorítja onnan a borzot. Gyakran költözik barlangokba és más természetes üregekbe, de romokba, omladékokba, kőrakásba is. Gyakran korhatfák üregével, sűrű bozóttal vagy elhagyott homokbányák üregével is megelégszik. Van, hogy gazlagban talál magának téli lakást. Főleg éjjel, de csendes, elhagyatott helyeken fényes nappal is vadászik. A hosszú nyári napokon több órával napnyugta előtt indul vadászni kölykeivel. Ami a táplálkozását illeti, nem túl válogatós. A fiatal ősztől a bogarakig minden állatra vadászik, szívesen fogyaszt dögöt is, de az érett gyümölcsöt is megeszi. Fő táplálékai az egerek és pockok, de megfogja a mezei és üregi nyulat az őzgidát is. Nem csak a földön fészkelő madarak tojásait fogyasztja és fiókáit eszi meg, de a repülni tudó madarakat is képes becserkészni. Ha a szükség ráviszi, jól úszik, ezért a vízi madarak fészkei sincsenek tőle biztonságban. Többnyire február közepén párzik. Ez a koslatás. Ez idő alatt a farka közepetáján lévő ibolyának nevezett mirigye nagyon erős ibolya illatot áraszt. A vemhes róka kitépi hasáról a szőrt, hogy kölykei könnyen hozzáférhessenek emlőihez, és ebből a szőrből készít vackot a kölyköknek. A rókát részben prémiéért, részben az apró vadak védelme érdekében vadásszák. Vadászata nem esik korlátozás alá, egész évben vadászható.